Mezőzombor község önkormányzata március 8-án délután ünnepi műsorral köszöntötte a településen élő hölgyeket a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Radó Béla polgármester üdvözölte a teremben helyet foglaló lányokat, asszonyokat, majd szólt arról, hogy a férfiaknak a nő szó hallatán életük teljessége, a gyengébbik nemmel töltött érzések, élmények és gondolatok sokasága jut az eszébe. A polgármester ehhez hozzátette, hogy az ünnepeltek tanították meg a férfiaknak azt, hogy milyen a gondoskodás és az elfogadás, az anyai és a szívet lángmoborító szeretet, a feltétel nélküli odaadás és az észvesztő mámor. Ezen a napon a férfiak virágot adnak a hölgyeknek, mert a növény annak a léleknek a szimbóluma, amit a lányok lehelnek a világba. Az is elhangzott, hogy 1917. március 8-án vonult a gyengébbik nem, kenyeret és békét felkiáltást kandálva az utcára Szentpéterváron, amelynek következményeként a cárizmus megbukott. Ennek a megmozdulásnak az emlékére lett március 8-a a Nemzetközi Nőnap. Az ünnepi gondolatok után Tabáni István énekes ismert dallamokkal szórakoztatta a megjelenteket mezőzomboron. A zenés produkció közben még a jelenlévők táncra is perdültek a népszerű slágerek hallatán. A műsor végén a helyi önkormányzat képviselői szebbnél szebb cserepes virággal kedveskedtek a mezőzombori hölgyeknek.